Drága barátaim, kedves testvéreim, tisztelt érdeklődők! Az Ülök és kérdezek sorozat második epizódjához érkeztünk, amiben, ahogy nem sokára hallani fogjátok, fogják, Ungvári Mihály lesz a vendégem. Annak az Ungvári Sándornak a fia, aki az 1950-es és 80-as évek közötti magyarországi pünkösdi ébredés egyik jelentős alakja volt. Ami miatt fontosnak tartottam az Ungvári Mihállyal való beszélgetést, egyrészt, hogy édesapja emlékét megőrizve, illetve édesapja emlékét felidézve helyre tegyünk olyan dolgokat, hogy az ébredés nem a 70-es, nem a 80-as években indult, hanem jóval korábban Magyarországon, és rengeteg gyülekezet, aki az ébredés letéteményesének nevezi magát, megfeledkezett olyan arcokról, olyan személyekről, mint Ungvári Sándor például, aki motorja volt annak, hogy bizonyos gyülekezetek el tudtak indulni, hiszen az akkor általa vezetett Isten gyülekezete fogadta be az induló közösségeket, amelyek utána szanaszéjjel mentek és alakultak, és szétszorodtak az ország minden táján. Azért tartottam fontosnak Ungvári Sándorról megemlékezni egyrészt, mert Mihály élettörténete is önmagában egy nagyon különleges eseménysorozatból áll, nagyon megdöbbentő tanulsága és mondani valója van az ő életének, hiszen 12 éves korában elveszíti mind a két lábát egy baleset után, illetve az egyik szemét is, és ezt követően nagyon érdekesen alakul az ő élete, és ami miatt fontos őt, hogy lássátok, hogy ennyi minden hányattatás után is egy nagyon erős hittel tud kapaszkodni az Úrban, ami azt gondolom, hogy nekünk mai 21. századi keresztényeknek egy nagyon nagy tanulsággal fog járni, hogy igazándiból az Istenbe vetett hit, az Istenbe vetett szerelem az egy olyan dolog, amitől semmi nem tud bennünket elválasztani, ha tényleg megtörtént az életünkben. A másik fontos dolog, ami miatt Ungvári Mihállyal beszélgetek, és amit látni fogtok, látni fognak az elkövetkezendő szűk egy órában, az az, hogy rengeteg olyan történelem hamisítás történik az egyházban, amely bemocskolja másoknak a tisztességes emlékét. Ugye évtizedek múlva megvádolnak olyan embereket azért, hogy a érdemeiket kisebbre szorítsák ügynökváddal és különböző dolgokkal, amivel tulajdonképpen tökre teszik azoknak az embereknek az érdemeit, akik tényleg valóságosat és más emberek érdekében alkottak. Ezért Ungvári Sándornak a története, amit Ungvári Mihály fog tolmácsolni, nagyon különleges eseményekkel, nagyon különleges epizódokkal fog szolgálni a múltnak a megértésében. Olyan dolgokat fog elmondani, amelyek azt gondolom, hogy nagyon sok mindent a 70-es, 80-as évekbeli magukat az ébredés letéteményeseinek mondó gyülekezetek múltjából talán eddig ismeretlen volt nagyon sokunk számára. Rengeteg dokumentumot fogok föltölteni a videó alá, amit meg fognak találni, le lehet nyitni, és korhű dokumentumokkal, levelezésekkel lehet megnézni azokat az eseményeket, hogy valójában hogyan is és miért is indult a magyarországi ébredés, és kik voltak ennek az elindítói, akikről a maiak, akik saját magukat elindítóknak mondanak, elfelejtenek megemlékezni, sőt, talán még azt lehet mondani, hogy be is mocskolják a múltukat. Ezért Ungvári Mihállyal való beszélgetés két szempontból is érdekes. Az egyik, hogy az édesapja történetén keresztül megismerhetjük a magyarországi 70-es évekbeli ébredés kibontakozását, egészen visszanyúlunk az 50-es évekhez. A másik szempont pedig az, hogy egy olyan személy, aki testileg fogyatékossá vált, mégis hogyan tudta megőrizni az épségét, a szellemi épségét, az Istenbe vetett szerelmét a mai napig, sőt, nem hogy megőrizte, hanem megvan az a szolgálat, amivel ő jó lelkiismerettel és jó szívvel Isten tudja szolgálni, és számomra nagyon elgondolkodtató volt, hogy azt is lehet mondani, hogy talán egészségesebb, boldogabb, Istennel kiegyensúlyozottabb életet él, mint sokan, akik azt lehet mondani, hogy teljesen épek vagyunk. Ezért a mai Ülök és kérdezek sorozathoz nagyon-nagyon nagy figyelmet kívánok mindannyiójuknak, mindannyiótoknak, és kívánom, hogy épüljön be az életetekbe, és legyen nagyon erős tanulság, amit meg tudunk szívlelni, és be tudunk építeni, és kamatoztatni tudunk a jövővel kapcsolatban. Ungvári Mihállyal való riport következik. Ungvári Mihály a beszélgető partnerem az Ülök és kérdezek sorozatban.
És úgy kezdjük ezt a sorozatot, hogy mindig néhány szóban én csak bemutatnám a vendéget. Ugye édesapja Mihálynak Ungvári Sándor, aki az 1950-es, 1980-as években különös alakja volt a magyarországi pünkösdi mozgalomnak, akkor mondhatom, egészen mondhatom így. Ugye Csetényhez kötődik az életetek. Nézegettem Csetény, van egy barátom, most Csebényben lakik, de nem is tudtam, hogy Csetény, Csebény. Majd a Csetényel kapcsolatban még mindenképpen lesz kérdésem. Tehát azt lehet tudni, hogy Ungvári Sándor a jeles alakja volt a pünkösdi mozgalomnak, szíve-lelke benne volt ebben a mozgalomban, és ugye ez a beszélgetés ez arról szólna, hogy az én számomra, hogy te hogy élted meg ezeket az éveket, amikor bekapcsolottál már édesapád életébe, és már felfogtad, hogy mi is zajlik körülöttetek, illetve egyáltalán az első kérdés, amit feltennénk neked, hogy milyen szerepet játszott Csetény? Én megvallom őszintén, az egyházról felfogott tudásomban egészen addig, amíg majd az általad is nem sokára említett Kecske pásztorral nem találkoztam, egyszerűen Csetény nekem nem volt rajta, nem a térképen, csak az egyház térképen. Hogy te hogy látod, hogy mi volt Cseténynek a titka? Mi volt Csetény ebben az egész mozgalomban? Hát ha édesapámot nézzük, akkor egy, valóban, ahogy mondtad, bemutattad, egy nagyon jelentős pünkösdi vezető volt, film is készült róla már, vagyis hát az emlékeiről a Keresztény TV adta le a Csetényi ébredés címmel. Hogy én hogy kerültem bele ebbe a dologba, most először én is a végéről kezdem, hogy külön köszönöm a Kecskepásztornak, hogy megkeresett, és majd elmondom, hogy milyen fontos szerepe volt az ő megkeresésének, de ezt majd későbbről, amikor jön az ideje. Hát nekem 71-ben volt egy nagyon súlyos robbanásos balesetem, ahol egy lövedéket szedtünk szét, de hát ezt mindenki tudja, legalábbis az én környezetemben, esetleg az új nézők nem, vagy hallgatók, egy légihárító lövedéket, egy ilyen jó nagyot szedtünk szét, felrobbant mindkét lábam, és jobb szemem sajnos el kellett ott utána távolítani, és hogy miért volt ennek a úgymond balesetnek egy fantasztikus küldetése, amit ugye annak idején úgy élték meg a faluban, hogy az Ungvárit veri az Isten. Hát a jó Isten nagyon megáldott engem is ezzel a balesettel, meg a családomat is. Tudnélik, ez az egész műsor, ami most itt megy meg, ez az egész pünkösdi mozgalom után történt üldöztetés és mindenféle olyan hadjárat, pozitív, negatív, az részese a balesetem utáni állapotnak. Én 1974-ben fölkerültem Budapestre, a május 1-45-be, és nagyon fontosak a dátumok, a kronológia, gondolom téged is jobban érdekel az egész dologban, és én azért jöttem vissza ide, hogy ugye 74-ben fölkerültem Budapestre, mert nem, se jövőképem nem volt Csetényben, bár én maradni szerettem volna, sem pedig lehetőségem nem volt, mert édesapám még, édesanyám még vittek Zircre, Veszprémbe, különböző helyekre, különböző iskolákba, és nyíltan megmondták, hogy nem vagyok kívánatos látvány egészséges emberek között, gyerekek között, de van Pesten egy nyomorékok intézete, amit még akkor úgy is hívtak ráadásul, én kicsit ma már szebben fogalmazok, tehát felkerültem Budapestre 74. szeptemberében a Május Együtti Szociális Fiúintézetbe, ahol 120-an voltunk, és hát nagyon buzgolkodtunk a Balázs Józsi barátommal, bizonyságukat téve, és közösségeket keresve, hogy járhassunk imaházba, míg végül az egyik szintén dupla amputált intézet társunk mondta, hogy hát jaj, de jó, ti is hívők vagytok, figyelj csak, kint van Kispesten, Nagy Sándor utcában egy metodista gyülekezet, egy metodista lelkésze, fantasztikusan jó fejek, minden vasárnap van kaja, tehát ami végül is érdekelte a legjobban ugye az akkori fiatalokat a kaja, de nagyon jók a tanítások is. És ugye így kikerültünk Iványi Gáborhoz a Nagy Sándor utcába. És itt, ha majd végigköveted, vagy a hallgatóság végig hallgatja ezt az egész dolgot, akkor egyszerűen hihetetlen, szinte isteni összefüggései vannak az életemnek, és ennek a napnak, amikor megismerhettem Iványi Gábort és családját.
Ne felejtsd, vagy miért pont Csetény? Mi van Cseténybe, ami miatt? Én jártam Cseténybe most, talán másfél évvel ezelőtt. Igen. Ott van Pünkösdi ház. Egy faluról beszélünk. Van Igen. Pünkösdi, van baptista, vannak templomok, van hídgyülekezete. Én most csak amit tudok, 5-6 biztos van, tehát ez nem normális egy faluban. Arra adj nekem választ, hogy mi van Csetényben. Fantasztikus, hogy hova vittél el. Megmondom, hogy miért, mert ez egy nagyon komoly, nagyon jó kérdés. Nem véletlen kérdés, azt kell, hogy tudd. Mert édesapámot meginterjúolták a 60-as években, a Népszabadságtól, lehet majd ezért kommunistázni, akkor nem is volt más újság, Népszabad, Népszabadság, Szabadföld. Na szóval meginterjúolták, hogy volt egy olyan cikk, mindjárt adok konkrét választ a kérdésedre, volt egy olyan cikk, hogy Ungvári Sándor a sötétség papja. És megkérdezték tőle, hogy hát Ungvári úr, vagy Ungvári Sándor, hát mit szól ahhoz, hogy itt ötféle, akkor nem voltak hitesek, ötféle felekezet van a faluba. Ez nem rossz önöknek, csak Pünkösdi van 2. És hogy ez hogy működik, azt mondta erre apukám, hogy inkább legyen még 3 féle felekezet, mint egy kocsma. És ez egy fantasztikus, ökumenikus szellemben gondolkodás. Nem zavarta. Egyáltalán nem zavarta, sőt, ha érdekel, fantasztikusan jó viszonyt ápoltunk a reformátusokkal, a katolikusokkal, különösen a baptista testvérekkel. Voltak közös imahetek, prédikációk, összejártunk. Én például személy szerint nagyon szerettem a baptista Sólyom testvérhez járni vasárnapiskolára. Ha nem jött a Varga Miklós testvér Budapestről, aki mindig hozott bélyegeket, ilyen állatokat, meg mindenféle autókat, meg mindent, ő azzal csalt bennünket, és alig vártuk, hogy jöjjön, mert akkor tuti, hogy mindenki ott volt a vasárnapiskolán. Na most a Sólyom testvér, a baptista lelkész viszont diavetítésekkel fogott meg bennünket, különböző mesékkel, és akkor most mit Csetének a varázsa? Hát ha morbid akarok lenni, akkor elsőlegesen azt mondom, hogy én. Mert ugye hozzá nagyon sok minden kötődik, mert én felrobbantam ott, ugye ott volt a balesetem. Édesapám az 50-es években, jól emlékszem, 53-56 körül költözött oda, egy bőröndel és egy motorral és a feleségével. A feleség egyébként Bérces, aki szintén pünkösdi mozgalmat vitt Budapesten. Bérces Lajos bácsi, a fia vitte a Dózsa György úti imaházat, a Bérces Lajos, hát az ifjú Bérces Lajos. Szóval ami miatt Csetény egy különleges falu, mert szinte minden háznál hívők laktak. Ott mindenki hívő volt. Ott, aki nem volt hívő, az meg alkoholista. Mi okozta ezt, hogy ilyen előfordulhat? És mi nem hallunk mi róla? Mi nem beszéltek róla? Kinek hát volt érdeke, hogy ez... Ha engem előbb megismersz, akkor sokat hallottál volna róla. Én egyébként nagyon szeretem Csetényt. Nekem a Facebookon is úgy van, hogy Cseténybe lakom, pedig nem lakom ott már 74 óta, ahova majd visszatérünk. Szóval nagyon szeretjük Csetényt. Az összes probléma, üldöztetés és minden egyéb gond ellenére. Akkor lehet azt mondani, hogy édesapádnak, Ungvári Sándornak azért ehhez van köze, hogy ennyi közel. Felekezet ott egyben volt. Épp ugye egy előző beszélgetésben egy nagyon fontos gondolat hangzott el, hogy ugye Jákobnak a 12 fia homlok egyenesen különböző volt egymástól, de mindenki élte a maga kis zsívánságát, a maga kis életét, de mégis Isten mindegyiket egy-egy törzsnek a vezetőjeként tekintette. Igen. Tehát, hogy tudtak akkor még egymás mellett úgy élni a gyülekezetek, hogy nem lelkeket lopkodtak egymástól és lelkeket haláztak, vagy esetleg ez már akkor is megvolt? Nem. Akkor még az volt a szokás és az áldás, hogy a világból behozni az embereket. Másik felekezetből könnyű. Ismerünk rá példát. Hát ott már vannak alaptudások, könnyű megfogni, elvarázsolni az agyát, egy kicsit megsámánkodjuk, és már jön. Tehát az abban az időben nem volt szokás. Abban az időben a pünkösdi volt, a református volt, és úgy szerettük egymást. Az egy más kérdés, hogy mondjuk az iskolában megkaptuk, ha attól a kevés hívőtől, kevés világítól, hogy hülye hívő, de az minket nem zavart, mi az büszkén vállaltuk, és vállaljuk a mai napig is. Akkor ez volt Csetének talán a különlegessége, de hogy költözött oda ennyi istenfélő ember? Vagy ott laktak, ott éltek? Hát, mit tapasztaltál ott gyerekként? Ez egy jó kérdés egyébként, mert a múltat nem nagyon tudom. Azt majd nagyon sok anyagot kapsz pendrive-on, látni fogod a 50-60-as évek pünkösdi gyülekezeteit, hatalmas hát nem mondom, hogy tömegek, mert egy kis faluról van szó, de az 50-100, 150-200 fő az ott mindegyik helyen szinte megvolt.
Valójában konkrétan a konkrét kérdésedre nem tudok választ adni, de azt tudom, hogy tényleg egy jó falukból származom. Ezek között az egyházak között rivalizálás, tehát egymás mellett teljesen normálisan tudtak élni, létezni. Se rivalizálás nem volt, se pedig egymás ellen tanítás. Tehát nem volt olyan, mint ugye van olyan gyülekezetén ismerek ilyet, ahol a testvérek se beszélnek egymással, nemhogy még egy katolikussal beszél, sőt, el van tiltva, ugye? Le van tiltva, hogy azzal nem beszélhet, mert az ő démonjai megszállnak téged, hazaviszed a családba, blablabla. Szóval vannak ilyen mesék, amiket én varázslásnak tartok, mert az igét nem találok rá. Igen. Mert én igét nem találok arra, hogy ne szeresd a fele barátodat, ha katolikus. Csak a hites, már bocsánat, nem akartam konkrétizálni, fele barátodat szeretheted, bár az nem baj, ha nem beszéltek egymással, de csak vele kommunikáljál, ha teheted. Tehát ilyen eleve nem volt ilyen probléma. Ugye 70-es években történik a balesetet, 70-es években már édesapád javába ismert lelkész, nem csak a helyben, hanem országosan. És elejtettél egy mondatot, ami megütötte a fülemet, hogy a veled való balesetet, gondolom ezt hívőktől jött ez a gondolat, hogy ez valami Isten ítélete lenne a családodon, az édesapádon, a szolgálatán. Igen. Tehát próbálták összekötni a veled való balesetet és az édesapád szolgálatát. Gondolom ezek olyan keresztény, idézőjelben jó akarók. Jobb családja. Jobb családja, tehát olyanok voltak, igen, akik ebből, igen, mit akartak ezzel tulajdonképpen igazolni? Rombolni édesapádnak a szolgálatát, nem, ellene irányult ők, ez? Ők nem, egyrészt lehet, hogy ezek a negatív erők azon voltak, igen, de egyébként ők nem tudták, és a mai napig nem tudják, hogy az ő szellemi állapotukat és a Biblia ismeretüket határolják, korlátolják be ezzel. Mert ha ismernék az igét, akkor ilyen butaságot ugye egy másik családa, nem beszélve arról, hogy én áldást kaptam ebből, és a családom is áldást kapott, amit végig le fogok majd vezetni, hogy ebből az úgymond állapotomból lehet, hogy szerintük úgy kellett volna kijönnöm, hogy alkoholistán, meg dülöngélve a kocsmából haza, de hát bármennyire furcsa is, akik hallgatják, én nagyon boldogan élek, a feleségem is kerekesszékes, és nagyon sok rengeteg emberrel nem cserélnék. És sajnos nagyon sok hívő keresztény emberrel se cserélnék, mert olyan szellemi állapotok uralkodnak rajtuk, hogy inkább fizikailag legyen sérült, mint agyilag, vagy lelkileg. Misi, menjünk tovább kronológiailag. Hogyan, vagy időrendben, hogyan gyerekkorban, hogyan emlékszel vissza, hogyan zajlottak a csetény összejövetelek? Ugye nem keverendő össze, én is összekevertem, de megnéztem, hogy ti az Isteni Gyülekezete Egyesített Pünkösdi Egyház, és külön van a Magyar Pünkösdi Egyház. Igen, tehát a kettő még az... van több is, még van csak Isten Gyülekezete is. Igen. De ti a Pünkösdi Egyház keretein belül, vagy, igen, a keretein kívül, igen, vagytok, tehát hogyan működött ott a ti közösségetek? Hogyan zajlottak a hétköznapok? Pünkösdi egyházként működött. Tehát Pünkösdi egyházként működött. Bár az engedélyünk, az 1900, ugye apuka 1920-ban született, ő egyébként szintén birkapásztor volt, tehát ezek nagyon tisztességes, nagy tisztek egyébként én előttem, mert ő is birkapásztor volt, és 12 évesen már Bibliával foglalkozott, és úgymond hirdette az igét, és nagyon sokan megtértek a prédikációira. És az ő szülei is hívő családból jöttek? Az tehát generációk is, óta van nálatok? Hát tulajdonképpen az ő szülei is hívők óta, de nem ennyire. Tehát nem itt apuka lógott ki a sorból, majd apukának a családja. Heten voltak ők is testvérek, ennek több, mint a fele szintén prédikátor volt, és azóta hát áldotta a Jóisten bőven a családunkat. Még ha látszatra nem is úgy volt, de nagyon köszönjük neki az ő kegyelmét, hogy apukából egy ilyen neves pünkösdi mozgalom vezető lett. És akkor kronológiailag visszatérve, ugye fölkerültem Pestre. Fölkerültem Budapestre, megismertem az Iványi Gábort 75 tavaszán, és 75 októberében apukát refalá helyezték. Üldözés, stb. Akkor majd beszéltem egy pár szólt a Gábornak a problémákról, hogy Csillag József jár. Ugye ez volt a rendőri ellenőrző felügyelet. Igen. A rendőrség, hogy is a rendőr... Igen. Igen, rendőrségi felügyelet. Rendőrségi felügyelet. És mi akkor, ugye 9-en voltunk testvérek, 6 eltartott gyermek volt,
és nem is helyezhették volna jogilag a rendőrségi felügyelet alá, mert a család létfenntartását veszélyeztette. Vagy erre is rátérek egy kicsit később, hogy ugye apukát reformra helyezték, és a Gáborék akkor majd Budapesten több üldözött vezetőt, reformátusoktól kezdve, akik voltak, azokat mindenkit fölkaroltak, jogi segítséget, jogi támogatást adva. Akkor nem úgy működött, mint most, hogy fölkarolják az elesetteket, a szegényeket, a hajléktalanokat, hanem akkor inkább jogilag kellett segíteni, nem volt ennyi ember az utcán, sőt, szinte semmi. Iványi Gábor akkor már aktív lelkész volt? Az Iványi Gábor aktív lelkész volt, fiatal lelkész volt. Sőt, akkor már ki voltak zárva ők a metodista egyházban? Folyamatban volt. Nem tudom, hogy azt meséltem, mert mindent nem hallottam róla, hogy neki ledózerolták az imaházát. Igen. De most majd mondom, én jártunk ugye hozzá. A párhuzam az, hogy gyerekkoromban ugye kérdezett, hogy emlékszek vissza. Csodálatos istentiszteletek voltak. Egy Hege Mihály nevezetű testvérnek a hátsó, hát egy ilyen nagy imaháza volt, mint ennek a fele. Tehát és az mindig tele volt bemerítőterem, minden. És még éppen, úgy értem, hogy még a balesetem előtt, mert most éppen vagyok, mint akkor, de most ezt nem akarom túlragozni. Szóval az ennek, hogy még egészségesen oda jártunk, és az bezárta ez a csillag. Ott összehúzították egymást elég szépen, elég jó módszerrel. A csillag ő akkor a csillag József a szabad egyházak dolgozott, de rendőr volt. Ő rendőrszázados volt Veszprémbe, és az egyház politikát szolgálta. Azt hiszem 3/2, vagy nem tudom, kik voltak, ez egy teljesen mindegy. Ami a lényeg, hogy őnek az volt a feladata, hogy oldja meg bármi áron a szakadásokat hozzon létre, és hogy be lehessen zárni az imaházat. El is érte. Nem akarok neveket mondani, mert nincs értelme, de én a mai eszemmel és a mai agyammal tudom, sőt, már ezelőtt 20 éve is tudtam, hogy ugye a rendőrségi módszereket nem kell mondani, behívták X-et, ennek azt mondták, hogy azt mondta Y-nak azt mondták, hogy X, Ungvári Sándor, ezért kell vigyázni, és ez így jól meg lett keverve, és apukától kiszakadtak. Tehát elhittek dolgokat, fordítva is így van, meg így volt. A lényeg az, hogy ő már másnap szinte a Szenes pincébe csinált egy átalakítást a kazánházba, és ott már Isten tisztelet volt. Az bezárta a hatóság, hogy nincs engedély, az én házamnál azt csinálok, amit akarok, és Isten tisztelet volt. Sőt, később, mikor felépült az imaház, akkor a garást úgy kialakította, hogy a nazarénus testvérektől kiszakadtak elég sokan, akik majd hitesek lettek, és onnan is kiszakadtak, azok ott lettek bemerítve Cseténbe, a garázsba, egy fűtött medencébe, gyönyörű drapériával kört, tehát ott semmit nem láttál, hogy mi van. Tehát ma is működő neves testvérek ott lettek Cseténbe bemerítve. Tehát apukának a neve, a munkássága, az Iványi Gábor rék lejárása, a Tibor bácsiék, majd 78, majd nem megyek annyira előre, 78-77-től a nazarénus testvérének a lejárása, aztán majd jött a Német Sándor lejárása, meg úgy sokan mások, a Gábor, Iványi Gábor segítségével. Na ugye, azok az üldözött testvérek, akik itt voltak Pesten, azt én nem ismertem, azt ismerte a Gábor, Csetényben meg apuka hozta a többit. Tehát ez egy láncreakció. Ugye te mondod, hogy a hitéleted aktívan az Iványi Gáboréknál indul meg. Visszakerülsz te apukád mellé Csetényben? Ez lehet, hogy rosszul fogalmaztam, félreértettem. Nekem a hitéletem az Csetényből ered, itt bizonyságot tettem. Csak amikor fölkerültél a baleseted Pestre, miatt, akkor aktívan nála folytatódott. Nála folytatódott, értem. Nála folytatódott, értem. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Mit tett Gábor a családodért? Hát amikor rendőrségi felület alá helyezték, akkor szinte azonnal feleségével lejött, és megnézte a papírokat, hogy mit tud csinálni. Itt majd lesznek ilyen beadványok is, amiket ők írtak, és elkezdték úgymond papírozni, legalizálni, belügyminiszternek írni. Van például olyan papír is nálam, olyan levél, ahol édesapám Németh Sándornak az üldöztetésének az abbahagyását kéri a belügyminisztertől. 1983-ban például, azt hiszem, de azt sincs kizárva, 81, majd a papír megmutatja. Tehát annyira egyébként édesapám egy ilyen magányos farkas volt. Van majd olyan kép, ahol látni, hogy egy írógép mellett áll, azzal az írógéppel teleszórta
az egész országot és az egész világot. Uh-huh. Tehát azon pötyögött még a 8-10 órai munka után, meg a bibliaolvasás, meg a térdelés után, mert ő azt tanította, hogy nem abban az időben ez normális volt, hogy testvérek nem teológia kell, hanem térdellógia. Uh-huh. És majd az Úr megmutatja, hogy mi lesz. Ugye én hídgyülekezetébe jártam sokáig, és nekünk a Magyarország ébredés, mint hiteseknek, Budaörsön kezdődött, és azért is fontos volt nekem ez a csetény, mert számomra is egy újdonság ez, hogy nem Budaörsön kezdődött, Budaörs egy következmény volt már, hanem ugye Csetényben sokkal előbb történtek dolgok. Ugye említetted már a történetedben, hogy nagyon sokan megfordultak Csetényben, megfordultak édesapádnál. Az lenne a kérdésem, hogy Németh Sándor megfordult-e? Megfordult-e Csetényben? Most megint olyan, ezzel a kérdéssel nagyon az Úr vezetésre alapszol, mert olyan dolgok jutnak eszembe, amiket például nem is akartam mondani, vagy hát nem volt a fejemben. Például Bad testvér, Bad McLean Kanadából. Bad testvér Kanadából az az ember, akiről a Németh Sándor megemlékezik a 20 éves jubileumon, és pozitívan, bár ők is összerúgták a port, mert tanúm van rá, ma is élő tanúm Tatabányán, rokonom, akihez oda jár szintén a Bad testvér és a kanadai misszionárusok, az ő szellemiségét vitte a Sándor. Uh-huh. Tehát az ő úgymond munkásságát, szellemiségét, ezt a megújulást, ezt a revival stílust, ami sípdob, tánc, hegedű, tehát amiről Dávid is ugye énekelt, meg ami ugye abban az időben még bűn volt idézőjelben, főleg egy bigott helyen, ahol a tradíciók jobban működtek, mint a szabadság. Tehát visszatérek erre a csehhez. Hogy ne fordult meg volna? Hát nem csak, hogy Csetén befordult meg. Én 81-ben Budapestre nősültem a Rákóczi útra. És ő Akászfa utcában lakott, azt hiszem. Uh-huh. Hát amikor is apám még feljöttek hozzám, a Sándor rendszeres vendége volt a mi lakásunknak, az üldöztetés és az egyházzal való együttműködés, erről is vannak ott levelek, hogy hogyan tudnának együttműködni, csak hát ugye összerúgták a porzt, mert már nem akarok hazudni, de valamikor 85-ben vagy 83-ban, nem tudom, az is a papíron a dátum ott van, apuka panaszkodik a horvát testvérnek, az elnök helyettesnek, hogy attól függetlenül, hogy együtt dolgozunk a Németh Sándorral, át szeretné venni az országos főpénztárnoki nevet. Csak hogy a mai problémákat összerakni, és visszamegyünk 30, majdnem 40 évet, 38 évet, ahol már a Sándorral ezek a problémák kiütköztek, és amiről édesapám panaszkodik a horvát testvérnek. Milyen kapcsolatot ápolt apukád a Sándorral is, meg az ébredésben, vagy az akkori úgymond odajárókkal? Tehát miért mentek ők Csetényben? Mi volt az indítatásuk? Mert ugye például én a hídgyülekezete történetéből tudom, hogy Sándor egy Berecki nevezetű szolgálóhoz is járt. Tehát azt látom, hogy voltak itt körök, hogy mi volt apukádnak, Ungvári Sándornak az a vonzás, ami miatt Sándor és még nagyon sok más is lement hozzá. Mi az, ami ott történt? Hát először is Sándorhoz. Ez a kanadai vonal, ez Csetényen keresztül ment. Az egy más kérdés, hogy hozzánk Tatabányán keresztül jött. Uh-huh. Tehát a Sándornak, a Németh Sándornak a Csetény az nem csak egy Ungvári Sándor volt, hanem nagyon sok egyéb lehetőség, legfőképpen az 1926-ban alakult Isten gyülekezetének, ami Amerikából jött be, Rároha testvéréken keresztül, onnan jött be, annak az engedélye. Tehát magyarán mondva, volt egy olyan gyülekezet, engedély, amelyik túlérte a háborút, túlérte a kommunista időszakokat, tehát volt egy, tehát a történelmi egyházakon kívül volt egy olyan kisebb közösség, aminek volt legális engedélye arra, hogy ő egyházként működött. Igen, de, és itt van a lényeg, igen, de. Engedélye volt, de azért volt engedélye, mert elfelejtették visszavonni ezt az egy engedélyt. Értem. És az üldöztetés azért szólt édesapám ellen, meg mindenféle hatósági szabadegyházak, meg mindenféle rendőrségi üldöztetés, mert ugye ez az engedély ugye nincs, de ott volt. Na most ugye ott volt, és ezt a Gáborék fedezték fel, az Iványi Gáborék, persze később ugye a Németh Sándor is ezt észlelte, tudta, a mai eszemmel szagot kapott, és tulajdonképpen
erre az engedélyre épülve történt az összes engedélyeztetési folyamat, amit szintén itt vannak a levelek, amivel tudom bizonyítani, hogy a Sándor milyen részt vett benne a mi prédikátori igazolványainkkal. Együttműködési nyilatkozat lett beadva, azt hiszem még a Sándor aláírása is rajta van, a szabad egyházakhoz, ami 83-as vagy 82-es, az egy más kérdés, hogy azt is itt papírokkal, majd gondolom vágjátok alá, hogy papírok bizonyítják, hogy többször tesznek panaszt, mert egy-két évig, vagy másfél-két évig nem válaszoltak az engedélyeztetésre. Uh-huh. És közben romlott a kapcsolat. Romlott a kapcsolat, de édesapámhoz kötődött minden. Minden. Tehát akkor ugye van egy engedélyen, egy elfelejtett engedélyt nem vontak, van egy engedélye, lévő egyház, az Isten gyülekezete, és ennek az engedélyét elfelejtik visszavonni. Igen. Ugye mivel ezek az emberek, akik Magyarországon különböző területeken tevékenykednek katolikus egyházhoz, ide-oda nem akarnak csatlakozni, ezért látnak benne fantáziát, hogy van és egy engedély. És a pünkösdi szellem ott van. Így van, és látnak benne fantáziát, hogy van egy engedéllyel rendelkező gyülekezet, és ezért oda tömörülünk, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen legális keretek között tudunk működni, vagy erre építve a saját egyházainknak tudunk mire hivatkozni. Az a kérdésem, hogy akkor miért nem akartak, mi volt az oka annak, hogy ez a sok ember oda ment, miért nem tudtak együttműködni? Mi volt az oka szerinted? Minket az választott el, aminek össze kellett, hogy kössön, az ige. Erről van most szó, ezért vagyunk itt, elválaszt az ige. Hát ki hallott még ilyet? Hát ki mer tanítani olyat? És most bocsánat a kifejezésért, de ki az a buta, primitív, hívő ember, aki ezt megeszi? Hogy csak engem kövessetek, csak az én tanításom az igaz. Hát hogy lehet ilyenbe belemenni hívő embereknek? Édesapád befogadta ezeket az embereket, és segítő szándékkal próbált nekik segíteni, hogy a maguk, tehát hogy elinduljanak a különböző helyen a gyülekezetek. A szárnyai alatt. Tehát, igen, tehát ez is ott van a levélben. Fontos. Igen, tehát kvázi nem élt ezzel a lehetőséggel vissza, hanem élni akartak ezzel a lehetőséggel, hogy van egy bejegyzett felekezet, igen. És ezt gondolom, akkor még ez terve volt, hogy majd mások is bejegyeznek különböző gyülekezeteket, vagy abban maradtak akkor, hogy... Tulajdonképpen konkrétan nekem papírjaim, írásos bizonyítékaim a Németh Sándorról vannak, és az ő levelezéséről, meg konkrét emlékeim, tehát a Rákóczi út 32-ről. A konkrét emlékem, én a Budaörsön is voltam egyszer a Bad testvérrel, meg a Pálmával. Uh-huh. A Pálma testvérem az Amerikában él, és ő volt a tolmács. Uh-huh. És a Németh Sándornál volt a tolmács Budaörsön. Tehát a Bad testvér, a Bad testvér az egy manna volt abban az időben, a hídgyülekezetének, mert ő mindig nagyon vastag pénztárcával jött. Olyan vastag pénztárcával jött, hogy például átmentünk Marosvásárhelyre 90-ben. Ő a kanadai akkor, ugye? A kanadai, igen. Tehát akkor a külföldi missziós tevékenység, a külföldi vonal, az már a kezdettől fogva. Igen, de mondjuk azt mi hoztuk. Tehát az a rész. Tehát gondolom ezekre a bőkező emberekre, hogy próbáltak rárepülni az akkori, persze, az akkori hát, emberek, hogy megszerezzék a támogatásokat. Igen, így van. Hát itt végül is minden a pénzügyi hatalomról szól, nem, bocsánat, nem minden és nem mindenkinél, csak ugye látjuk, hogy hova fajult egyes vezetőknek a milliárdos probléma. Misi, miért lett akkor az, hogy ha volt arra lehetőség, hogy az Isten gyülekezetében egyben maradjanak, ráadásul ugye terjedtek, mehettek volna ez városról városra is. Ugye Csetényben ez működött, hogy a különböző felekezetek meg tudtak egyezni egymással. Igen. Miért volt akkor az, hogy mégis akik oda mentek vezetők, akár Sándor, és utána külön gyülekezeteket alapítottak. Tehát mi persze. Volt az oka szerinted, hogy nem tudtak egyben maradni? Igen, egyrészt a többiek nem akartak úgymond bele kooperálni. Tehát, apukáddal? Igen, vagyis hát együtt voltak, csak nem akartak úgymond lecsatlakozni, vagy mellé, vagy fölé, vagy alá, teljesen mindegy. De az egyik levelezésben is ott van, hogy tudasd a Németh Sándorral, hogy nem mi mentünk hozzá, hanem ő jött hozzánk. Tehát itt van ilyen levél. Tehát akkor egyéni ambíciók voltak. Hát meg a Sándor iránt való, úgymond ugye az üldöztetés által való együttérzés. Tehát az együttérzés, de a megkülönbözés az ott volt, nem tudtak megegyezni. Első pont a főpénztárosság. Tehát most azért legyünk őszinték, ennyire biztos, hogy apám is valahol úgymond
nem szívesen mondok ilyet ugye a saját édesapámról, mert ő is tudta azt, hogy a pénz a hatalom. Tehát attól függetlenül, hogy ő nem volt pénzsóvár, ő dolgozott, a halála napjáig kovács volt, meg vadakat terelő juhász, meg vízvezetékszerelő, meg központ. Hát akkor neki volt civil foglalkozása. Ő mindig azt mondta, hogy hobbi lelkész vagyok. Értem. Attól függetlenül, hogy egy pünkösdi mozgalmat vezetett. Igen, tehát igen. Ő dolgozott, nagyon kemény fizikai munkát végzett, tehát és adózó kisiparos volt, tehát erről is mindenről papírjaim vannak. Ő neki nem kellett úgymond annyira a főpénztárosi titulus, hát de nehogy elvigye tőlem a pesti. Érted? Megjelent a pesti és vinné a lét. Tehát arra gondolsz, hogy a Sándor bejelentkezett a főpénztár, az igen. Isten gyülekezete főpénztárosi pozíciója. Igen. Azt tudjuk, hogy miért? Nem tudom, én csak azt tudom, és ezt tehát én ha nem olvasom a leveleket, és nem látom, nem is tudom, hogy a horvát testvérnek panaszkodik, hogy miről van szó. Tehát ez is korhű papírom, tehát ez nem egy most gyártott akármi, hanem akkor 83-ban panasz volt erről. Na most innentől kezdve jöttek a megkülönbözések. Jöttek olyan megkülönbözések is, ahol látom, hogy a horvát testi Ríja apukának, hogy ne felejtsd el, hogy ő még fiatal, más vehevenciával dolgozik, de valamilyen szinten vissza kell terelni a normális mederbe. Ha nem működik, akkor majd lehet lépni. De addig hagyja, tűrjed, mert ne felejtsd el, hogy mi is voltunk fiatalok. Szóval érted a lojalitást. Mi okozza a szakadást? Hát a szakadást tulajdonképpen... Már az, hogy mondjuk Sándor elválik az Isten gyülekezetétől, meg hát gondolom lehet, hogy akkor mások is, de mi okozza ezt a szakadást? De a szakadást az nagyon okosan megoldotta a szabad egyházak, majd apuka írja fél évente hát nem felelősségre vonó, de az érdeklődő leveleket a szabadegyházakhoz is, hogy hát mi újság van, nincs válasz. Kronológiailag menjünk. Tehát megromlik a kapcsolat, minden bizonnyal apukád és a Sándor között a kapcsolat a főpénztárnoki sztori miatt is romlik. Ez már 83, tehát külön válik a történet. És tulajdonképpen az történik, mert ugye itt a kronológiából az derül ki, hogy egyszer csak eljut ez a kapcsolat megromlás addig a pontig, hogy tulajdonképpen édesapád árulással van vádolva, azzal vádolják, hogy ő a állami és egyházügyi hivatalnál, vagy SZET-nél, igen. Már nem tudom, akkor mi volt AEH volt. A Szabad Egyháza tanács, a SZET is volt. A SZET is volt, igen. Benne. Tehát ugye ezek a hivatalok, hogy felügyelték az akkor működő felekezeteket, gyülekezeteket, egyházakat. Tehát ott már megromlik a kapcsolat, és tulajdonképpen szinte kísértetiesen, mint ma zajlik, ügynökváddal vannak vádolva személyek. De tulajdonképpen úgy jutottunk el idáig, hogy volt egy közös indulás, amiben az volt, hogy a történelmi egyházakon kívül van egy olyan gyülekezet, aminek elfelejtették visszavonni az engedélyét. Igen. Erre mindenki, aki a történelmi egyházakon kívül akart működni, az rárepült erre a gyülekezetre, erre a lehetőséggel élni akart. Nem, a lehetőségre nem, csak a Sándor. Csak a Sándor. Többiek nem? Tehát ezt szeretném külön kihangsúlyozni, hogy édesapámhoz, és ezt bátran kimerem mondani, ha majd nem így lesz, akkor megcáfolják, ma is neves, akkori nazarénusoktól kiszakadt vezetők, még éjjel kettőkor is lejöhettek tanításokért. Tehát nekik nem fájt a foguk semmiféle a német Sándoron kívül, tehát ezt azért szeretném nyomatékosítani. Tehát ők tanításokat, ők a szellemi oldalát ragadták meg. Teljesen a szellemi oldalát, az imákat, a közös imákat, a közös beszélgetéseket, és ezt én utólag hallottam egyébként, hogy fantasztikus tanító volt édesapám, és ezt tőlük tudom. És olyan emberektől, akik majd mind tőlük származnak. Érdekes, hogy... És hogy látod, Sándor, ő meg tudta ragadni ennek a édesapát, hogy tolmácsolta ezt, amikor már beszélgetetek erről később? Igen, ő meg tudta ragadni ennek a szellemi oldalát, vagy határozottan az volt az érzés, hogy kimondottan itt a gyülekezet alapítással kapcsolatos segítségért... Csak ez. Azért veszem ilyen rövidre, mert az emlékeim szerint, és majd később, ugye édesapám 97-ben hal meg, majd később, mikor megkapom a papírokat, és majd most, amikor ugye elkezdem már 2-3 éve mélyebben tanulmányozni, akkor döbbenek rá arra, akkor veszem észre azt, hogy tulajdonképpen ez a rárepülés, hogy a teszorot használjam, ez csak a német Sándor részéről volt, a hídgyülekezete részéről volt, de
Az is közös megegyezéssel. Tehát akkor jól értem, Csetényben van egy aktív istenkereső élet, sok-sok-sok-sok felekezet, édesapád ennek a vezéralakja, és ahonnan az ország minden tájáról jönnek emberek, akiket érdekli a tanítás, érdekli egyáltalán, hogy olyan kell gyülekezetet vezetni, érdekli ez az egész mozgalom, és megérkezik egy ember, akit viszont nem ez érdekel, hanem az érdekli, hogy hogy lehet ennek a gyülekezet alapítási pénzügyi oldalát rendbe rakni. Akkor ezt gondolom komoly konfliktust okozott azért ilyen szempontból. Ez volt a konfliktus oka apukád, és ez folyult odáig, hogy tulajdonképpen Sándor ezt úgy akarta lerázni magáról, ezt a múltat, hogy ügynök múlttal vádolta édesapádat. Hogy dolgozta ezt föl édesapád, amikor ezt megtudta? Édesapám nem tudtam, mert már halott volt. Mikor az ügynök múlttal vádolta, tehát életében soha nem vádolta ezzel Sándor. Soha nem vádolta. Tehát megvárta még, tulajdonképpen a halála után történik ez a vádolás, tehát szemtől szembe soha nem volt ilyen veszekedés közt. Akkor életében ezt édesapád nem, akkor ezzel már csak te szembesültél, hogy apukád hagyatékát, aki őrizni akarod, aki nagyjából képbe voltál ezzel a mozgalomnak az indulásával, azzal szembesülsz, hogy azt mondják a tisztességesen szolgáló édesapádra, hogy ő tulajdonképpen beépített ügynök volt. Egy kérdés még, hogy ehhez kapcsolódóan ezt más felekezett tagjai is állították, vagy kizárólag a Sándortól hallottad ezt, hogy állítottam? Megkaptam. Mivel a Sándornál ez megjelent, és az internet akkor már működött eléggé, ezért megkaptam mástól is. Megkaptam azt is, hogy Kisnyilas. Uh-huh. Mert hogy 1940 valahányban egy baptista lelkész lefényképezte, mondjuk szeretném látni a fényképet, lefényképezte Nyilas mellett édesapámat. Iványi Gáborról ugye, amikor beszélgettem, akkor mondott erre egy érdekes mondatot, azt mondja, hogy tulajdonképpen azok az emberek, akik a saját maguktól akarják eredeztetni az ébredést, az embereknek a megváltozását, tehát azok mindig a múltat úgy akarják tagadni, hogy azokat az embereket, akiknek ebben tényleges szerepük volt, azoknak bagatelizálni az életét, elcsúfítani az életét. Misi, mondod, hogy ez sokakra átragadt, kaptál a Sándoron kívül is olyan visszajelzést, hogy érezted, hogy ezt átvették az emberek, hogy édesapádat... Igen, majd mindjárt átérek oda, csak még előtte, hogy mondjam azt, hogy a Németh Sándor az úgy tartozik a pünkösdi mozgalom vezetéséhez, hogy még csattogtató lepkét tologatott a homokozójába vidéken valahol, amikor már édesapámat verték a rendőrök. Uh-huh. Ezért a munkáért. Tehát az üldöztetés az nem a hídgyülekezetével indult, hanem az talán a hídgyülekezetében már vége volt ennek, talán nem is volt abban az időszakban igazi nem üldöztetés. Nem fogom elbagatelizálni a hídgyülekezetre a munkásságát, mert az elköste lenne tőlem, de valójában ő egy folyamatnak a része. Szóval akkor úgy látod, hogy szóval egyértelmű ez majd, ugye a dokumentumokat ki fogjuk tenni, úgy látod, hogy nagyon sok esetben történelme hamisítással indultak közösségek, és olyan embereket, akik tulajdonképpen valóságosan segítették ezeknek az új közösségeknek a létrejöttét, utólag azokat, hogy bagatelizálják a szerepüket, azokat megvádolták különböző dolgokkal, amit érdemben nem tudtak bizonyítani, csak hozott anyagból dolgoztak, azaz valaki ezt az anyagot hallotta, gondolta, mondta, leírta, de érdemben nem tudták ezt bizonyítani. Ami kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy amiután írtál te, ugye mondtad, hogy Sándor járt Csetényben, ment Csetényben, amiután írtál te a Heteknek, volt-e valami válaszreakció ezen kívül, hogy hozott anyagból dolgoztak, felkeltette ez az érdeklődést, elindult-e esetleg valami olyasmi, ami Sándor részéről, hogy keresett ez ügyben téged, nem, hogy tisztázzátok ezt a múltat? Voltak-e olyan lehetőségek, ahol ezekről beszéljetek, vagy ezt az ügynökváddal elintézték ezt a múltat? Elintézték az ügynökváddal. Milyen szerepe volt édesapádnak a hídgyülekezete megalakulásában? Segítette ő a bejegyzést, volt arra? Nem. Itt pont ez nagyon fontos és nagyon jó kérdés, mert ott van, hogy azt írja édesapám egy beadványába, hogy
Nagyon meglepő egyébként számomra az a levél, ez is ilyen 82-83-as, hogy kérem a belügyminiszter urat, hogy segítsen bennünket abba, hogy a Csillag József ne foglalkozzon velünk annyit, mert barátomat, hittársamat és prédikátortársamat is rendszeresen rágalmazza Németh Sándort. Tehát hittárs, barát. Hogy ott hagytuk abba, hogy zajlottak az istentiszteletek, hogy zajlottak az istentiszteletek Cseténybe. Arról mindenki, amit ugye gyerekként ezt láttad, illetve nem is voltál már gyerek, hogy működött egy lelkész, hogy nem is volt arra igénye, hogy a gyülekezet ellássa, tehát élvezte a mellette levő munkáját, össze tudta egyeztetni időben, mindenben, jutott az emberekre ideje, úgyhogy közben teljes erővel napi 8 órát, 10 órát dolgozott, ugye a munkájából igen, megteremtette a megélhetéseteket, és közben még maradt ideje az emberekre, mindenre, mert ugye ma úgy látunk egy lelkészt, hogy 24 órában, tehát tulajdonképpen teljes persze, időben szolgál, robotol. Teljes időben szolgál, igen, mégsem marad az emberekre ideje. Igen. Ugye, ha visszamegyünk egy 30-40 évet az időbe, ott a lelkészek dolgoztak, eltartották a családjukat, és mégis igen, maradt idejük. Hogy láttad? Hogy osztotta be édesapád az idejét? Hogy maradt erre ideje? Az biztos, és nagyon elkőstelen lenne, ha azt mondanám, hogy édesapám nem kapott bizonyos fajta támogatást testvérektől. Abban az időben is voltak támogatások, segítségek, sőt, úgy épült az imaházunk, hogy jöttek úgymond kalákába a testvérek építeni, segíteni nagyon sok mindenbe, de nem tizedorientált volt. Nem arról szólt az egész, hogy én itt ülök, és 24 órában azon gondolkodom, hogy érted, imádkozok. Azt leszervezni, hogy legyen egy olyan kommandóm, aki ellened imádkozik, az a kommandó, a másik az meg melletted imádkozik, tehát ilyen elvetemült, nem is tudom milyen sátánista dolgok nem fordulhattak meg abban az időben. Miért fordult el ilyen irányban az egyháznak ez a része? Igen, két dolog miatt. Az egyik az, ugye Ungvári Józsi bácsi, az választott el őket, aminek össze kellett volna, hogy kösse őket. Az ökumenikus szem, a Gábor is mondott, hogy ökumenikus hetek milyen jók lennének, de elképzelhetetlen. Hát ilyen vezetőkkel, aki a családját szétszakítja. Hát hogy akarsz te azon ökumenikus? Hát persze, hogy elszakad. Tehát egyszerűen olyan emberi oldalak jönnek ki a hatalomba maradás érdekébe, és a teljes hatalmat magamnál tartani, hogy képes vagyok arra, hogy Isten után én vagyok az első. Aki engem bánt, az Isten bántja. És ha ti ezt halljátok, az démon, attól szakadjatok el, alátámasztom igével, keresem a furfangot, a varázslást, mint fősámán, hogy mindenkit átverjek, mert az ige nem erről szól. Hát nálunk is volt a problémák, tehát problémák mindenhol vannak, mert mindenhonnan szakadnak ki minden közösségből, de az embernek egy idő után a lelke kezd el lázadni, aztán fölhívja az agyadnak a figyelmét arra, hogy itt valami nincs rendben. És elkezdesz gondolkodni, a lelked meg rakja össze az igéket, hogy akkor most ez hogy van? Ez ő rá igaz, a másikra nem, vagy fordítva, és ő úgy magyarázta, hogy holott ez úgy nem úgy van leírva? Térjünk vissza egy kicsit rád, a te hitéletedre. Megtörténik ez a szörnyű baleset. Ugye hallod ezt, hogy hittestvérek, egyháztagok ítéletként, nem tudom, hogy milyen formában eljut ez hozzád, vagy nem jut el, biztos, igen, hogy belejut a füledbe. Igen. Te egy ilyen után, amikor több generációs, vagy legalábbis édesapád az Úrral tölti az életét, a fiával történik egy baleset, abban segíts majd a hallgatóknak, hogy lehet egy ilyenből felállni. Tehát mi volt az a pont, és most engem tényleg te érdekelnél, hogy mi volt az a pont, amikor azzal szembesülsz, hogy fölébredsz egy kórházi ágyon, és nincs itt nem a munkahelyedet veszted persze, el. Hát, de sokan ma egy olyan, azért kérdezem ezt, mert sokan hívőként egy olyan világban élünk, hogyha mit tudom én, két lájkkal kevesebbet kap valamelyik Facebook posztjára, akkor már ideges lesz. De neked elvesztettel a lábaidat, ahogy mondtad, a szemedet. Kaptál ezáltal nagyon sok helyről nem részvétet kaptál, hanem tulajdonképpen mindenki valami okot, valami magyarázatot, valami elégtételt látott ebben. Te, Ungvári Misi, hogy élted ezt meg? Hogy nem mondtad azt az Istennek? Vagy ha mondtad, akkor mondd meg, hogy mondtad-e, hogy neked ebből eleged van ebből persze, a ítéletből. Hát ember vagyok. Hát, hogy nem is kérdés, csak hogy mentél ezen túl? Hát tulajdonképpen hatalmas erőt adott a hitem. Tehát nem elveszítettem a hitemet, hanem még erősebbé tett. És engem nagyon-nagyon, de rettenetesen bántott az, hogy mit tettem a szüleimmel. Tehát
Én elvileg azt mondja édesanyám, mindig azt mondta, hogy egy jó gyerek voltam, én tudom, hogy nem, de hát ő tudta, és ennek nagyon örülök. És én szerettem volna bebizonyítani azt ebben az állapotomban, hogy érek annyit, mintha egészséges lennék. Természetesen nem tudtam úgymond olyan dolgokat csinálni, ami létre vagy egyebek, de azt az egy-két dolgot elmondani neked azt, hogy én amikor ráeszméltem arra, hogy hol tartok meg, mi van velem, nagyon, nagyon fiatalon, 13-14 évesen, akkor... Ennyi idős voltál a balesetedkor? Ott 12 és fél, 13. Igen. Én akkor eldöntöttem azt, hogy fölállok, talpra állok, és amit lehet ebből kihozok. Nagyon röviden és tömören, édesapámnak nagyon kemény munkája volt benne. Nem engedett lazulni. És hogy dolgoztad föl az eseményt? Tehát Istennel magadra voltál, kórházba voltál, elkerültél otthonról a családtól. Hogy zajlott ez gyakorlatban? Hogy az oké, hogy volt benned egy elszántság, hogy fölállsz, taprálsz és mész tovább, de hogy rendezted ezt a hitéletedben? Hogy zajlott ez? Okozott törést az Istennel való kapcsolatodban? Hát az elején. Hát ez természetes dolog, hogy ezt most miért engedted meg. Miért? Amit hallasz a hittestvéreitől, hogy ez Istenber és ez az, hát akkor te most miért vertél meg engem? Amíg kaptam tőlem még egy pofont, hogy hát honnan tudod, hogy mit hozok én ki ebből? Uh-huh. Tehát honnan tudhatta bárki is azt, hogy aki ezt gondolja rólam, nincs az a pénz, amiért cseréljek vele. Nekem leteheti a 100 millióját, nem érdekel. Amin én keresztül mentem azóta idáig, az pótolhatatlan. És visszaadhatatlan, hogy Londontól Szicíliáig, vagy Kelet-Európát bejártam többször így félszemmel, hogy én vezettem. Tele élménnyel. Mert az a vágy, és itt Csetényt meg kell, hogy említsem, nagyon fontos Csetény megint, tehát az a vágy, az élni akarási vágy, a bizonyítási vágy, hogy ne legyek kocsmatőtelék, hogy ne legyek alkoholista, hogy Istennek én is egy megfelelő, sajnos nem vagyok munkás, azt édesapám biztos bántotta, mert nem, a mi családunkban nem lett prédikátor utána, de annyi rossz példával járt előttem, és olyan sokan az Iványi Gáboron kívül, még a saját családomban is. Szüleid, amikor megtörtént a baleset, ők hogy dolgozták fel ezt? Hogy láttad? Hogy élted meg? Hát nagyon sokat imád. Nagy voltál már, 13 előttem, éves. Előttem nem nagyon bántottak. Hát nekem olyan volt, csak ne felejtsük el Csetényt, mert fontos, nekem olyan volt, hogy volt ez a háromkerekű régi Batár utcai kocsi, ami, hát ma nem ülné be, akkor sem fizetnének, de akkor az volt az életem. Abból kiugrottam a földre, oda másztam a lépcsőig, a lépcsőn bemásztam az ajtón, és úgy, ahogy neked ott volt papucsod vagy cipőd, nekem ott volt benti földön mászógatyám. Uh-huh. És én azzal közlekedtem. Most mosolygok rajta, de ne tudd meg, tehát az azért abban az időben, az egy fél év, az nagyon kemény volt. Uh-huh. Csúszni, mászni, érted? Uh-huh. Tehát akkor a kezeimmel csináltam, míg nem volt műlában mindent, egészen május-júniusig a következő évig. Ebből föl akartam állni, mindent. Tehát az, hogy apuka egyszer majdnem elejtettem, amikor beemelt a kádba, meg fölemelt a vécére, mert már elkezdtem jobban mozogni, hogy ne kelljen ágytálazni, és nyögött és fájt a dereka, akkor elhatároztam, hogy megtanulok kézzel fölmenni. Kértem egy sámlit, egy hokedlit, fölugrottam a sámlira kézzel, a sámliról a hokedlira, és a hokedliról be a kádba. Tehát a két kéz, minden, a vécére föl. Tehát megtanultam minden olyan dolgot, amivel úgymond, egész embernek éreztem magam, és ezt tanítom ma egyébként kórházakban is a frissen sérülteknek, de most ez nem erről szól ez a mai nap. Tehát az én életem több száz ember életére áldás. Mert csak ennyit hagy mondjak a munkámmal kapcsolatban, hogy elmész egy kórházba, valakinek baleset vagy bármi által levágják a lábát, kicsúszik a talaj a lába alól. Teljesen maga alatt van, tehetetlen, a családja otthon aggódik, sír, zokok, hogy mit fogok csinálni a lábatlan gyerekemmel, lányommal, apámmal, férjemmel, nagypapámmal. Én oda megyek hozzá, megtanítom olyan dolgokra, hogy hogyan fürödjön, a higiénés dolgokra megtanítom, ezáltal ő erősödik. Elkezdi magát ismét embernek érezni. A családja látja, hogy önálló, hát nem kell csinálnom semmit, hát ez fantasztikus. Uh-huh. Na most ilyen munkát végzek. Uh-huh. Ez azért nem semmi, és erre én ki vagyok választva, és én hiteles vagyok. Akkor nem sajnáltatod magad, ami veled történt, hanem tovább léptél, és éppen ami veled történt, azt használod föl arra,
ha más nem is maradt, de azt használod föl arra, hogy másokat ezzel segítesz. Nagyon sok ember. Iskolákba is járok, érzékenyét töltöm, most nem erről akarok beszélni, csetény. Hogy tudtam talpra állni? A család, a hit, és képzeld el, hogy a falu. Uh-huh. Attól függetlenül, hogy nem idézek, mert idézhetnék, de ez nem az a műsor, ahol ezt elmondhatom, de néha megsimogatták a fejemet, és milyen megjegyzéseket tettek rám, elmosolyogtam. De azt képzeld el, hogy olyan osztálytársaim és tanáraim voltak, hogy az egyetlen öröme a balesetemnek az volt, hogy nem kell járnom iskolába. Tehát valami vigaszt mindenki talál, nem kell járni iskolát, ez fantasztikus. Nem engedték. Képzeld, hogy kijöttek, beosztották az osztályba, a falu végén lakom, az első csetényi táblánál a második vége 2 kilométer. Az iskola középen. Az osztálytársaim beosztották, hogy mikor kisétál el a másik falu végéről engem és a Balázs Józsit betolni az iskolába, és ott bevinni. Uh-huh. Hát eleinte nagyon haragudtam rájuk, hogy ezért ez nem szép dolog, hogy a pihenésből csak így kirángatnak. Érted ezt az összefogást? És a tanárok szervezték. A tanárok szervezték, hogy ne tudjunk évet veszíteni, hogy ne veszítsünk évet. És ezek a diákok, ezek a gyerekek úgy kiártak hozzám, hogy nem volt még protézis a jobb szemembe. Uh-huh. Itt volt egy üreg, és úgy jártak hozzám, mosolyogtak, mint te rám, és tanítottak, oktattak. Korepetáltak, hogy ne veszítsünk évet. Na hát innen nem volt nehéz talpra állni. Hát több lábom van, mint egy átlag embernek. Tehát nagyon sok segítséget. Nagyon sokat. Láttam veled egy riportot, régen készült már, de akkor is ilyen fiatal voltál, mint most. Ülsz egy zongoránál, és játszol egy nagyon régi pünkösdi dalt. Hát ott mellé nyúltam, mert elérzékenyültem, igen. Határtalan és mérhetetlen. Látsz egy rácra egy nagyon régi pünkösdi dalt, aminek nagyon megható a szövege, és látszik, hogy átfut rajtad ez az egész. És ugye azért kérdezem ezt meg, mert ma olyan kereszténységet élünk, hogyha valami nem úgy történik, ahogy mi akarjuk, akkor abban a pillanatban leültetjük Istent a vádlottak padjára. De aki hívő családból jössz, édesapád lelkész, tehát ugye mindenki valamilyen életutat, valamilyen utat akart neked, akárhogy édesapád kövessed, stb. Igen, stb. Igen. Tehát el volt tervezve, ezt egy baleset keresztül húzta, és mégis amikor eljátszod ezt a dalt, annak ellenére ennyi minden történt veled. Mit jelent neked? Minden. Isten. Mindent. Mindent. Tehát Isten nélkül. Én, ha most kiülök az autóba, megköszönlek benneteket. És főleg, hogy élek. És kegyelembe tettek. Igen. Addig, amíg a hites testvéreim mindig a kegyelemről beszélnek, engem leütettek volna a sarokba, hogy mit tett velem a démon. Milyen egyház az ilyen? Milyen egyház az, aki képes arra, hát már milyen egy, hát ott van, jó esetem, már most, hogy mindig ezt hozom föl, de kiküldették le őt is. Hát mindenki tudta, hogy próba alatt van. Hát nekem ez a próbám, és ez mi ez a 60-80 év? Hát ezért engem nem kell leültetni a sorokba. Hát az én életem Isten dicsőíti. Nem Isten szídja és átkozza és démonizálja, hanem Isten dicsőíti az én életem. Így. Hát kinek miköze van ahhoz, hogy a jó Isten rajtam keresztül hogy mutatja meg önmagát? Ha nem látja, az nem az én bűnöm, az az ő fogyatékossága. De most erre szoktam azt mondani, hogy inkább legyek fizikai fogyatékos, mint szellemileg. Mert ezek az emberek, akik engem úgy látnak, hogy itt ülök a kerekesszékbe, ó, szegény, beszél itt, és nincs lába, hát azok ne is nézzenek, és ne is hallgassanak. Azok nyugodtan lapozhatnak. Nem cserélnék felük semmi pénzért. Az az Isten gyülekezete, amelyik annak idején egy megmaradt engedéllyel nagyon nagy vihart kavar a 70-es, 80-as években. Úgy tudom, hogy a mai napig élés létezik. Jársz-e közösségbe? Természetesen csetényben tartunk havonta. Tehát Budapestről lejársz továbbra is csetényben? Néha, nem megyek, igen. De ez már nem az. Tehát ez már nem az, ami volt. Itt is vannak problémák. Tehát ez az elmúlt 10 év, amit ez az álkeresztény kormány tett, az nagyon szétzilált bennünket. Anyagi problémák miatt nem volt pénz a prédikátorainkat fizetni.
hogy menjenek az igét hirdetni, Isten igéjét hirdetni, megvontak tőlünk mindent. A Gábor a Magyarországi Evangéliumi Testvér Közösség támogatásával egy-két prédikátorunk az megy, úgyhogy ők támogatnak bennünket. Igaz, csak éves szinten 1,5 millió forintot kaptunk, de ez nekünk elég volt arra, hogy ne zsebre tegyük, hanem az Isten munkáját finanszírozzuk, és a prédikátorok tudjanak menni utazni, egybetartani a közösséget. Nagyon bagatell összegnek tűnik, de hatalmas segítség egy kis közösségnek. Hatalmas segítség volt. Én mindig azt tartottam, és azt tartom, hogy matek, egy nagyon egyszerű matek, hogy azok a közösségek, akik a tizedet követelik, vagy templomokba is, tehát történelmi egyházak, kapják a pénzeket. Nem kell, perselypénz nem kell. Állami támogatásnak a 10%-át, amit ők megkövetelnek. Ha visszaszolgáltatnák a lefejezett 320 kis egyháznak, akkor volna 50 milliónk évente. Nagyon emberibe ment át, rettenetes anyagiba, emberibe. Bár erre már ugye 83-ban is jelek voltak, de ha ő is a tizedét, ahogy ő megkövetelte, beszolgáltatta volna azoknak a kis közösségeknek, akik annak idején mondjuk őt támogatták, nem anyagilag, hanem erkölcsileg és jogilag, akkor nem döglődnénk, nem vergődnénk. Akkor azt lehet mondani, hogy Iványi Gáborékon kívül nem kaptatok mástól támogatást? Semmit, sehol. És akkor azt is leszögezhetjük, hogy Iványi Gáborék úgy, hogy támogatásra szorulnak, ennek ellenére támogatnak olyanokat, akik még jobban rászorulok. Ez a kegyelem. Mennek. Ez az ember, ez nem köpköd senkit le, meg borogat föl ott, hogy feküdjél el, mert itt démon van benned. Ez az ember teszi a dolgát. Uh-huh. Ez az ember odafigyel olyan prédikátor testvérekre, akik nélkül még jobban haldokolnánk. Az az ember, akinek nincs semmije. Hogy látod, így befejezésként, ha apukád itt lenne, és maradjunk az Isten gyülekezeténél, és látná ezeket a... Mert ugye a szemeinkkel látjuk, és én úgy gondolom, hogy ezek a változások nem azért vannak, mert az Isten elvetett mindenkit, hanem azért vannak, hogy az emberek rájöjjenek, hogy ne rendszerekbe, ne szervezetekbe bízzanak, hanem visszatérjen, aki még tud és akar, visszatérjen az Istenhez. Hogy látnád, mit lehet tenni? Mit javasolnál? Mit lehet tenni? Mit tenne apukád? Mit gondolsz te, hogy az emberek tényleg kusza minden az egyházba, kusza minden a világban, nem tudjuk, hogy reggel mire kellünk, este mire fekszünk, rengeteg mindenen átmentél, egy olyan ember ülök szembe, aki aztán tényleg nem csak a lelkében, hanem testedben, mindenben megtapasztaltad. Hogy látod, hogyan, mit javasolnál, mit mondanál, hogyan éljék az emberek az életüket? Idézek egy embert, aki apukámat Kovács Legénynek hívta a háta mögött. Amerikába jött haza és úgy prédikált, hogy a Csetényi Kovács Legény. Úgyhogy üzenem a kecskepásztornak, hogy Kovács Legény is van. Vagy volt. Képzeld el, hogy én azt mondom és azt vallom, hogy ez a Kovács Legény, ez visszamenne a térdenlógiára, és addig imádkozott, amíg ez a káosz nem szűnt meg. Bocsánat. Ő képes volt rá. Biztos, hogy megbocsájtom a Sándornak is 5 perc alatt. Biztos vagyok benne. Leülne vele, hogy na, csináljunk valamit. Hozzuk ki ebből a legjobbat. Ő nem az, ő ütött vert, az tény, ha arról volt szó, a hatósággal szemben. A testvérekkel, a horvát testvér is, amit ír neki, a maximálisan a végsőkig, ahogy mondta a Gábor, a falig. Elment. A falig elment a békesség érdekében. Meg ő benne volt egy bizonyítási vágy, hogy mi testvérek legalább mi mutassuk meg a világnak. Nem a másik felekezetnek, meg nem a másik felekezetből, hanem a világnak. Ez mindig használta. Tehát nekünk nem egymás felé van bizonyítani valónk, hanem Isten fele és a világ fele. És a világból hozni azokat a tagokat, amelyekkel Isten munkáját építjük. Uh-huh. Bocsánat, hogy néha elérzékenyültem, de... Nem probléma. Mindig akarok erős lenni, és nem tudok. Nem is kell. Annak kell lenni, ami vagy. Misi, nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést.
és természetesen egy ilyen rövid idő alatt nem lehet történelmet, múltat föltárni teljesen, de köszönjük azokat a dokumentumokat, és majd ki fogjuk rakni a videó alá azt az elérhetőséget, amit megadsz, úgyhogy ha bárki bármiben érdeklődik a múlttal kapcsolatban, akkor hozzád fog fordulni. És csak el szeretném mondani, hogy lehet, hogy nem sokszor mondták ezt, de nagy áldás, hogy úgy ülhetünk itt, hogy te egy olyan családból származol, ahol az édesapa sokat tett azért, hogy mi ma itt ülhessünk, és ne törjünk meg, ne egy rendszernek legyünk a fogjai, hanem hogy szabadon követhessük az Istent. Istennek legyen hála ezekért az emberekért, és adjon az Úr sok Ungvári Sándort az elkövetkező évekre. Nagyon nagy szükség lesz olyan emberekre, akik nem teológián térdelnek, hanem, ahogy te mondtad, térdenlógia. Térdenlógián, mert a térdenlógia az igen, biztos, hogy nagyobb változást hoz a világban, mint a teológia, meg vagyok róla győződve. Misi, Isten áldjon meg, és kívánom, hogy erős hittel élj tovább, és azt a bátorságot, azt a reménységet ad tovább az embereknek, amire az Isten téged elhívott Jézus nevében. Amen. Amen. És én is nagyon köszönöm a Jézus örömmel. Nevében. Örömmel.